A reggeli borús idő ellenére 12 gyerek gyűlt össze a Magyar-Kanizsai medencéknél, hogy részt vegyen az úszóiskolában. Az egyórás program alatt, a bemelegítés után a gyerekek neki is láttak az edzésnek, amit mindannyian élveztek. Úszás, meg hogy kell megcsinálni a krault, meg sok minden. A Magyar-Kanizsai Győri Allen az úszóiskola legfiatalabb növendéke, mégis rendkívül ügyesen teljesítette a feladatokat. Megtanultunk hátas úszni. Neked mi tetszett a legjobban? Hátas úszni. A 10 napos tábor alatt az első napokban a gyerekeket a vízhez szoktatják, majd jöhetnek a nehezebb gyakorlatok is. Akkor először tanítsuk meg ugye a levegő kifújást, utána a deszka segítségével a különböző gyakorlatok, láb és kéz gyakorlatok, legfőképpen ugye a gyors krauli, illetve a hátúszást próbáljuk nekik megtanítani ebbe a 10 nap alatt, illetve még egy kis mellúszást is beleviszünk a végén. A táborban a 4 évesektől egészen a 14 éves korosztályig vannak gyerekek. Az edzők elsődleges célja, hogy a fiatalok magabiztosak legyenek a vízben. Én arra lettem figyelmes, hogy a gyerekek nagyon szeretnek vízbe lenni. Biztos, hogy a korona is hozzátét, nem tudnak menni nyaralni, nem tudnak menni ide, és szerintem kihasználják a jó időt, és akkor jó érzik magukat a 10 napos úszóiskolában. A 10 napos tábor ára 2000 dinár fejenként, és a tervek szerint a nyár végéig folytatódik majd.